A házelnök és a Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnöke minél előbb szeretné kideríteni, milyen valós kockázatokat rejt az Európai Unió és az Egyesült Államok között tervezett szabadkereskedelmi megállapodás. A zöldek parlamenti képviselője ezért levélben keresi meg az EU-s tagállamok szakbizottságait, de a magyar kormánytól is azt várja, objektív álláspontot alakítson ki. Az este vendége Schiffer András, az LMP társelnök, frakcióvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr, mi az az objektív álláspont ebben az ügyben? Tessék nekem elmondani. Én mindig kicsit szkeptikus vagyok, amikor valaki arról beszél, hogy ő tudja az objektív álláspontot, de azért arra természetesen kíváncsiak lennénk, hogy a különböző európai törvényhozásoknak a megfelelő bizottságai rendelkeznek bármiféle hatástanulmánnyal, amivel nagyjából előre lehet jelezni, hogy ez a szabadkereskedelmi egyezmény mivel jár a tagállamok számára. Ami minket különösen érdekel, azok a újonnan csatlakozott, illetve a dél-európai országok, tehát hogy az európai periférián, Kelet-Közép-Európában, illetve Dél-Európában pontosan milyen kockázatai vannak a szabadkereskedelmi paktumoknak. Na de hát igazán itt arról van szó, hogy még azt sem igazán ismeri senki, hogy mit tartalmaznak majd ezek a leendő szerződések. Kétségtelen, hogy az Egyesült Államok és az európai bürokrácia mindent elkövet annak érdekében, hogy a 600 nagyvállalati lobbistán kívül, akik az amerikai delegációt kísérik, lehetőleg senki ne ismerje meg a részleteket. Viszont mi meg azt gondoljuk, hogy a nemzeti érdeket képviselő kormány addig nem is tárgyalhat, vagy addig nem is adhatná szóbeli jó indulatát sem a tárgyalásokhoz, amíg mélységében nem egyszerűen a részleteket, hanem a részletek következményeit nem ismeri. Tehát lássunk világosan, egy-egy ilyen szabadkereskedelmi egyezmény több generációra egy nemzetgazdaságnak a mozgásterét be fogja korlátozni. Tehát a tét nem kicsi, a tét a magyar mezőgazdaság, a tét a magyar élelmiszerbiztonság, a tét a magyar szuverenitás. Na de hát azt mondja Mikola István, hogy a magyar kormány megvétózza ezt a szabadkereskedelmi egyezményt abban az esetben, ha azok az érvek, amelyek a magyarok számára a legfontosabbak, és azok az ügyek, amelyek a magyar kormány számára a legfontosabbak, nem mennek át ezen a megegyezésen. Mikola István ebben a történetben össze-vissza beszélt bent a parlamenti vitában, és alapvetően... Hát ez elég egyértelmű. Nem csak ezt mondta, hát vissza lehet nézni a múlt heti vitanapot. Mikola István és Szijjártó Péter azért letették a hűségesküt a tárgyalások folytatása mellett. Nem véletlenül megdicsérte őket Újhelyi István és Mesterházi Attila, tehát itt lehet látni, hogy a rendszerpártok azok összezárnak ebben a kérdésben, és össze-vissza próbálják kenegetni a történetet. Na tehát Rogán Antal miközben azt mondja, bocsánat, de Rogán, akkor mondjuk Rogán Antal. Rogán Antal miközben azt mondja, hogy lehetnek olyan, meg a megállapodásnak olyan elemei, amelyek jók lehetnek a magyar gazdaság részére, de alapvetően úgy érzi ő is, hogy egy ilyen nagyon komoly nyomás gyakorlás van. Például ugye az amerikai követség által generált ügyek. Én viszont azt tudom, hogy Orbán Viktor meg Szijjártó Péter ebben a kérdésben mit mondtak. Orbán Viktorból előjött a neoliberális tavaly, amikor ugye októberben közölte, hogy a szabadkereskedelem... Orbán Viktor elmondta azt, hogy a szabadkereskedelem az mindig is a bolygó fejlődését szolgálta. Szijjártó Péter folyamatosan amellett agitál, szédíti a képviselőket és az állampolgárokat, hogy ez mennyi jót jelent Magyarország számára. Egyetlen egy szektort szoktak emlegetni, ahol lehet, hogy lesz munkahelybővülés, és lehet, hogy 2027-re egy 0,3%-os GDP növekedéssel járhat, ez az autóipar. Kitűnő. Csak éppen meg kéne nézni, hogy milyen Magyarországot... Igen ám, csak kérdés az, hogy milyen Magyarországot akarunk. Az MSZP és a Fidesz, tudom, hogy abban érdekeltek, hogy minél több nagy befektető jöjjön, és az ő termékeiket szerelheti össze a magyar munkaerő. Az LMP viszont egy olyan Magyarországot szeretne, amelyik nem egy összeszerelő ország, tehát önmagában az, hogy minél több összeszerelő üzem jön ide, és az itt összeszerelt termékeknek az exportja növekedni fog, ez minket egyáltalán nem vigasztal. Ugyanakkor, hogyha a mezőgazdaságban szétnézünk, akár búza, kukorica, baromfi tekintetében, Magyarország jósolhatóan vesztese lesz ennek és a pakunknak. Itt álljunk meg egy pillanatra, tehát Magyarország ebből a szempontból viszont nagyon határozottan kiáll a GMO-mentesség ellen. De nem csak a GMO-mentességről van szó. Egyébként pedig még... De amellett is kérdés, az Európai Unió ebből a szempontból mindenképpen el kell, hogy gondolkodjon, hiszen az Európai Unió össztermékének összesen 5%-át adja a mezőgazdaság, viszont 50% fölött tesz bele pénzt az Európai Unió, tehát az amerikai mérethatékony mezőgazdaság pillanatok alatt lenyomja az Európai Unió a gazdaságát, és azért nyilvánvaló, hogy nem érdeke az Unió, hogy maradjunk itt a GMO-mentességnél.
Ugye ebbe kapaszkodik Mikola István és Rogán Antal és mások, hogy ebből ugye nem fogunk engedni. Ehhez képest én föltettem egy elég egyenes kérdést Mikola államtitkár úrnak a parlamenti vitában. Ott van a Kanada és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény, ami tulajdonképpen a kapuja az Amerikai és Egyesült Államok, és később Oroszország és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezménynek. A Kanada-Európai Unió szövege végleges. Ismerjük erre, az Európai Unió elvileg már áldását adta, ratifikációra vár például a magyar parlamenttől. Ez az egyezmény, ez gyakorlatilag engedi föloldani például Magyarország GMO-mentességét. A kanadai-európai egyezmény mindenféle szakít az elővigyázatosság elvére, vel, ha nem... Engedi felmondani, de Magyarország mondhatja azt, hogy nem, mi viszont nem akarjuk, hogy felmondják. Akkor befejezem a mondatomat, én pontosan ezért azt az egyenes kérdést szegeztem Mikola államtitkár úrnak, hogy itt a parlament színe előtt jelentse azt ki, hogy Magyarország egy ilyen egyezményt, mint a Kanada-Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény soha nem fog ratifikálni. Már csak a GMO-mentesség feloldása veszélyeztetettsége miatt. Nem kaptam erre semmiféle választ Mikola államtitkár úrtól. Azt mondom, ez egyébként, hogy 600 ezer munkahely megszűnésével jár. Ezt nem én veszem, ezt az ENSZ szakosított intézménye veszi, és egyébként ennél miért pontosabb... Miért 600 ezer, hogyha megnézzük, hogy... Több. Nem azért, hogy legyen kormány, több, hanem ha megnézzük a költséghatékonyságot. Én azt gondolom, hogy addig, amíg a magyar kormány ennél pontosabb felméréssel nem rendelkezik, ez a 600 ezeres adat az ENSZ szakosított intézményétől eléggé figyelmeztető. De mondok önnek mást. Ott van Szlovénia, szomszédos ország, újonnan csatlakozott EU-s ország, a szlovén kormánya már kicsit messzebb jár a várható hatások felmérésében. Ők azt látják, hogy minimálisan 1500 szlovén munkahely veszélybe kerül, és talán 3000-es GDP növekedés várható 10 éven belül. Ez az egyezmény, és általában a szabadkereskedelmi paktumok semmi jót nem hoznak a periférián lévő, tehát a kelet-közép-európai, illetve dél-európai államoknak, egyáltalán az embereknek, a természeti környezetnek semmi jót nem hoznak, akiknek jó, azok a nagy vállalatok. Ez, ha úgy tetszik, én ezt mondtam a parlamenti vitában is, ez egy unortodox szabadkereskedelmi megállapodás, mert itt már régen nem a vámok lebontásáról van szó, hanem arról, hogy az úgynevezett nem vám jellegű akadályokat bontják le. Mik a nem vám jellegű akadályok? Minden olyan szabály, ami az egészségünket, a természeti környezetet, a munkavállaló jogokat védik. Ezt akarják a nagyvállalatok lerombolni, ezeket a szabályokat, az embereket, a természetet védő szabályokat akarják lenullázni az Európai Unión belül. Itt a vége a beszélgetésünknek, reméljük, hogy nem így lesz. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.